A fiatal szexuális tehetség Jámbor Lotti a magyar bajnoki címek után már a nemzetközi mezőnyben is letette a névjegyét. Jól éreztem magam, persze volt bennem egy egészséges izgalom, és azért, ahogy közeledett a verseny, egyre többet gondolkodtam rajta, hogy hogy szeretném csinálni a futamomat, aztán persze teljesen másképp jött ki az egész. De egyébként tényleg a hangulat nagyon jó volt, a versenytársaim kedvesek voltak, a magyar csapat is befogadó volt, így, hogy először voltam ott, a felnőttek is abszolút kedvesek voltak. Egyébként jó volt, mert elleshettem tőlük, nagyobb versenyzőktől csomó technikát, taktikát, új dolgokat, és tetszett az egész. Lotti a Szekszárd Palánki Sióparton található vízibázison a fiúkkal szokott edzeni. Ez a negyedik hely a sportolónak egy kicsit olyan, hogy pont lecsúszni a dobogóról, de így, hogy 3 évvel idősebbek között szerepeltem, így egy fokkal könnyebben beveszi a gyomrom. Válogató versenyekre 15 éves kortól lehet feljebb lévő korosztályba nevezni, ahol Lotti első helyen kvalifikálta magát az EB-re és a VB-re. Edzőjével, aki az édesapja, úgy döntöttek, hogy a világbajnokságon indítják. Helyezésügyileg igazából nem mondom, hogy nem volt elképzelésünk, gondoltuk, hogy az elejében lesz, de nem tudtuk, hogy pontosan milyen lesz az idén a mezőny. Hát egy jó erős mezőny jött össze, és a negyedik helyet csípte meg. Azt gondolom, hogy nagyon szépen versenyzett, kihozta magából a maximumot. Még egy picit látszott, hogy azért főleg a szárazföldön erősebbek voltak a többiek, tehát ugye ebben a versenyben van egy ilyen futószakasz is, illetve több kör van, és több futószakasz, rövid futószakasz, ott azért látszott a korbeli különbség, és ott egy kicsit erőteljesebben mozogtak a többiek, de egyébként szerintem kiválóan versenyzett. A serdülő kategóriában is fiatalnak számító szekszárdi sportoló a jövőben is szeretne a maratoni nemzetközi versenyeken részt venni, és a síkvízi rövid távon is kipróbálni magát.